196 éves a himnusz, a Magyar Kultúra Napjára emlékeznek ezekben a percekben is Miskolcon. Évente 600 nő hal bele, a méhnyakrák szűréssel és védőoltással megelőzhető lenne. Most nem kell fürdőruha, a víz nélküli barlangi járatokban ezúttal sétálni lehet. Tizennyolc óra van, jó estét kívánok, január 22-én kedden híradónkat látják, jönnek a részletek. Rendkívüli közgyűlést kezdeményezett a miskolci ellenzék. A decemberben elfogadott túlóra törvény ellen a Jobbik, az MSZP és a DK is felsorakozott. Az önkormányzati cégeknél a túlóra mértéket tavaly a 250 órát sem ért el, az indítványt ezért politikai hangulatkeltésnek nevezte a kormánypárt. Rendkívüli közgyűlésre érkeznek a képviselők. Az ülést Badány Lajos jobbikos politikus kezdeményezte a decemberben elfogadott túlóra törvény ellen. 10 igen szavazattal, 15 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az ülés napirendjét nem fogadta el. A napirendet leszavazták, az ülés alig 5 perc után véget is ért. A túlóra törvény ellen körülbelül 10 civil tiltakozott a teremben. Ezt követően tartott közös sajtótájékoztatót az ellenzék. Badány Lajos felszólította a városvezetést, hogy az önkormányzati cégeknél ne vezessék be a túlóra szám és a munkaidő keretemelését, és hogy javasolják ezt a Miskolcon működő egyéb cégeknek is. A munkatörvénykönyv módosítása által lehetővé tett túlóraszám, illetve a munkaidőkeret növelésétől is tekintsenek el. Ezen javaslatunkat, előterjesztésünket az összes ellenzéki szervezet, illetve képviselő támogatta. A képviselők szerint a béreknek az európai szinthez kellene közelíteniük. Nagykorsa Judit a hazai minimálbért a visegrádi országokéhoz hasonlítva utasította el a túlóra törvényt. Higgyék el, nem úgy lehet a munkaerőt Magyarországon megtartani, nem úgy lehet megakadályozni, hogy elhúzzanak innen a fiatalok meg a munkaképesek, hogy még jobban megterheljük az embereket. Simon Gábor a napirend feletti vitát hiányolta, valamint hangsúlyozta, a miskolciaknak nem a túlórázásból kellene megélniük. Azt szeretnénk, hogy túlóra nélkül is több pénzt keressenek, hiszen mindenki tudja, hogy azokból a fizetésekből, úgy, ahogy Nagykorsa Judit is elmondta, nem, vagy csak igen nehezen lehet megélni. Varga László szerint a túlóra törvény tartalmilag vállalhatatlan, és szerinte az országgyűlés törvénytelenül fogadta azt el. Egyetlen gomnyomással szavazta le tulajdonképpen a fideszes többség az országgyűlésben mind az összes módosító indítványt, ez példa nélküli. Kriza Ákos polgármester tegnapi közleményében azt írta, az ellenzéki pártok politikai akciója lett a túlóra törvény, rendkívüli közgyűléseket kezdeményeznek azért, hogy ne alkalmazzák azt az önkormányzatoknál és a tulajdonukban lévő társaságoknál. A rendkívüli közgyűlésen Kis János azt mondta, a városi dolgozók kicsivel több mint fele volt érintve túlórával 2018-ban. Náluk az átlagos túlóra szám 105 óra volt, ami a korábbi 250 órás kerettől is jóval elmaradt. Jól látható tehát, hogy az ellenzék indítványa, amely megtiltaná a városi cégeknél a 400 órás túlóra keret bevezetését, teljes mértékben légből kapott, életszerűtlen és indokolatlan, kizárólag a politikai hangulat keltés céljait szolgálja. 2018-ban mintegy 400 millió forintot vittek haza túlóra bérként az önkormányzati cégek dolgozói. Kriza Ákos közleményében hangsúlyozta, sem a munkaadók, sem a munkavállalók oldaláról nem fogalmazódott meg igény a munkaszerződések módosítására a túlórák növelése érdekében. Így a városi intézményeknél minden marad a régiben. 196 éves a himnusz, a Magyar Kultúra Napjára emlékeztek Miskolcon is. Adásunkkal egy időben a Művészetek Házában Vas Albert Szerelmem Erdély címmel Rékasi Károly önálló estje kezdődött. 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Kölcsei Ferenc a kézirat tanúsága szerint 1823-ban ezen a napon fejezte be, tisztázta le a himnuszt Szatmárcsekén. Kölcsei Ferenc, himnusz, a magyar nép zivataros századaiból.
A himnusz mellett még 16 verset szavaltak el a Petőfi Könyvtár kultúranapi megemlékezésén. Számomra sokkal inkább fontosabb, hogy egy kis közösségbe, ismerősök és kevésbé ismerősök között egy óra hosszán keresztül egy kicsit gondolkodunk, egy kicsit versek gondolatait tudjuk befogadni. Bari Gábor költő és a könyvtár együttműködése immár hagyományosnak mondható, ahogy az irodalmi műsornak is hagyománya van. A kultúranapi összeállításban nagy költők és kortárs költők műveiből válogattak az előadók. A Magyar Kultúra Napja az az egész nemzet számára, és ezen belül az író társadalom, tehát az írók, költők számára kimondottan kiemelt ünnep, hiszen a magyar nyelv az, ami tulajdonképpen a kultúránk alapja, és a költők, írók, tehát a tollforgató emberek a magyar nyelvvel gazdálkodnak. A kultúranapi program mindig kapcsolódik az adott év jeles irodalmi évfordulójához, így most az Adi centenáriumhoz. Adi 100 évvel ezelőtt halt meg. Ehhez kapcsolódóan a könyvtár egy egész éves programot indított el. Minden hónapban Adinak egy kedvenc tőle egy kedvenc versét lehet meghallgatni neves előadók tolmácsolásában a könyvtárban. A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítással is emlékeztek a himnusz születésére és Kölcsey Ferencre a könyvtárban. Bemutatták a himnusz eredeti kéziratának másolatát, és az egész költemény könnyebben olvasható, nyomtatott formáját is, és néhány Kölcsey által írt és róla szóló művet. Kiállították a Berzsenyi Dániellel folytatott levelezést közlő kötetet is, ami azért érdekes, mert Berzsenyinek a Magyarokhoz című versét a himnusz egyik fontos előzményének tekintik. Fokozódnak a sertés pestises megbetegedések. A vírus terjedése megfékezhetetlennek tűnik, ezért a napokban online képzés indult a vadászok számára. A fertőzést legutóbb Borsodabolyi Zemplén megyében Hangony község határában találták, egy elhullott vaddisznóban mutatták ki a Nébik laboratóriumában a vírust. A Nébik oldalán található térképen lehet nyomon követni, hol ütötte fel a fejét a járvány, a friss előfordulásokat a kék jelzés mutatja. Bezárt a barlangfürdő, hogy elvégezhessék a szokásos éves karbantartási munkákat. A hétvégén azonban kinyit a barlang, és kihasználva a víz nélküli időszakot, szárazlábas túrát rendeznek. A barlangfürdő február 1-én nyit újra. Napozó pihenőszékek sorakoznak a fal mellett. Most nincs rájuk szükség. Hétfőtől megkezdték a szokásos éves karbantartási munkákat a barlangfürdőben. Az egyik legfontosabb feladat, hogy mivel élő barlangról van szó, ezt a kőzetet minden évben át kell vizsgáltatnunk, hiszen lehetnek kőzetmozgások is, és ezt természetesen csak akkor tudjuk megcsinálni, amikor egyáltalán nincs vendég, és le vannak eresztve a medencék. A barlang egészen más képet fest ilyenkor, ezért is találták ki az úgynevezett szárazlábas túrákat. Európa egyedülálló természetes barlangfürdőjébe most péntektől vasárnapig nem kell fürdőruha. A víz nélküli barlangi járatokba ezúttal sétálni lehet. Itt tényleg az a cél, hogy a gépészettől kezdve a medencék mélyéig mindent megnézhetnek a vendégeink, valamint beszoktuk mutatni azt is, hogy milyen változások vannak a barlangban a tavalyi évhez képest, és hát az egyik legkedveltebb helyre, a hidegvágatba is bevisszük az embereket. Az akvaterápiás részlegen is dolgoznak. A gyógyászati részbe érkezőket ilyen falak fogadják majd február 1-től. Akkortól már újra lesz víz a barlangfürdőben. Évente 600 nő hal bele a méhnyakrákba, holott a betegség szűréssel és védőoltással 100%-ban megelőzhető lenne. Eddig 350 ezer ember kérte a védőoltást hazánkban, a hetedikes lányok pedig pár éve ingyen kapják. A halálozási számok mégsem csökkennek. Erre hívja fel a figyelmet a 13. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét, amihez Miskolc is csatlakozott. Egy apró ékszer, ami egyúttal a méhnyakrák és a HPV elleni védekezés szimbóluma is. A készítők mindhárman megküzdöttek a betegséggel. A gyöngysor ezúttal kórházban fekvő sorstársaknak készült. Valahogy éreztem, hogy nincsen minden rendben,
és visszamentem, megkerestem az orvosomat, és a második decemberben vett második mintavétel után derült ki a rossz eredmény. Katalina műtét óta tünetmentes, de 3 havonta kontrollra jár. A vizsgálatoknak köszönhető, hogy betegségét még időben felfedezték. Ahogy a tablókon látható nőknél is, akik mára szintén kigyógyultak a rákból, ők is a korai felismerésnek köszönhetik életüket. Teljesen, gyakorlatilag 100%-osan meg lehet előzni már a méhnyakrák kialakulását a szűréssel, illetve a védőoltás beadatásával. A mai rendezvényen gyöngyöt fűzünk, ahol kötetlenül tudunk beszélgetni az érdeklődőkkel arról, hogy ezt hogy tehetjük meg. A programmal Miskolc 13. alkalommal csatlakozott az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez. Bosszantó, mert ezek egyébként az a méhnyakrák, az a szemünk előtt zajlik. Rendkívüli osztályfőnöki ura a kórházban. A téma nem új a lányoknak, sokan már a védőoltást is megkapták HPV ellen. Miskolcon a vakcina 5 éve ingyenes a 7. lányoknak. Azt hallottuk, hogy ugye nemi úton terjed, és hogy megelőzhető a oltással. A rosszindulatú daganat 5-10 év alatt alakul ki, emiatt is fontos a rendszeres szűrés. A méhnyakrák egyébként a leggyakoribb ráktípus, ami ma már szinte 100%-ban gyógyítható. A betegségbe mégis évente 600 nő hal bele. Szeretnénk azt elérni, ha meg is kapta valaki ezt a betegséget, olyan korai periódusba kerüljön felismerésre, amikor még a gyógyulás 100%-ban garantálható. De sajnos nem így történik. Mondhatom azt is, hogy ez a mi szakmánknak is a szégyen foltja. Több mint 50 éve ismerjük ezt a betegséget, és mégsem tudunk arányában jobbat, többet elérni, hogy kevesebben halnának meg. Hazánkban több mint 10 éve létezik HPV elleni védő, évente mégis 1200 új beteget diagnosztizálnak. Erre hívják fel a figyelmet az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héten. A híradó után kezdődő sportpercekben beszámolót láthatnak a DVTK női labdarúgóinak felkészüléséről, terveiről. Évértékelő találkozón összegezték 2018 eseményeit, és tekintettek már előre erre az évre az MVSC-nél, és újabb ezüstéremmel gyarapította gyűjteményét a Miskolci Vízilabda Klub, ugyanis a klub a második helyen zárta a Komjádi kupát. Úgy látszik, hogy ez most egy ilyen ezüst év, amiről szó van, a felnőtt csapat Magyar Kupa ezüstérme után, a közvetlen utánpótlás legnagyobb tornáján, a Komjádi kupában is ezüstérmet nyert a csapat. Mindenről bővebben az este 7:30 kezdődő sportmagazinunkban, és most nézzük a legfontosabbakat egy-egy mondatban. 196 éves a himnusza, a Magyar Kultúra Napjára emlékeznek ezekben a percekben is Miskolcon. Évente 600 nő hal bele, a méhnyakrák szűréssel és védőoltással megelőzhető lenne. Most nem kell fürdőruha, a víz nélkülű barlangi járatokban ezúttal sétálni lehet. Késő estétől beborul az ég, hajnaltól egyre több helyen várható hószálingózás, havazás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 8 fok körül alakul. Részletek híradónk után az időjárás jelentésben. A mina.hu-n riportjainkat újra nézhetik. Várjuk észrevételeiket, írjanak nekünk az infokukac.mikom.hu e-mail címre. Híradóval legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Thank you.